Sziasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és a mai videóban az online foci menedzselős játékkal fogunk megint játszani. Ezt ugye telefonon tudjátok játszani, szinte le tudjátok tölteni App Store-ból és a Google Play-ből is, azt hiszem ez a neve. Ahogy láthatjátok, a Watford-dal vagyok, és most indul el a meccsünk, most láthatjátok a kezdőcsapatokat, ami nagyon-nagyon fontos. Na és akkor kezdődhet is a meccs. Ahogy láthatjátok, hát itt már elindult a mérkőzés, és már is rögtön egy helyzettel jövünk, ami nem megy be. Egyébként itt a játék elején elmondanám, aki még nem használt ezt a játékot, vagy nem játszott ezzel a játékkal, azt kell tudni, hogyha például itt ugye én most a Watford-dal vagyok, szerencsére nem kaptunk gólt, szóval most a Watford-dal vagyok, a jobb oldalán vagyok, az azt jelenti, hogyha jobbról jön balra a lövés, akkor az az én lövésemnek úgymond az animációja. De itt, ahogy láthattátok az előbb is, ilyen apró kicsi információk jönnek, amikkel úgymond kiegészíti a játék magát, és kaptunk egy gólt. 1-0-ra vezet a Southampton. Sajnos nincsen ennél jobban meganimálva, tehát hogy nem látjuk azt, hogy a játékosok mikor lőnek kapura, vagy mikor nem. Viszont annál több információt láthatunk. Úristen, szerencsére ez is kimaradt. Na nézzük akkor a következő helyzetet, vagy akármit. Nem is tudom, hogy mi fog itt következni most. Hát még 28. percben vagyunk, és szerencsére ez a helyzet is kimarad. Lassan a félidő végéhez érkezünk, de megint egy Southampton próbálkozás. És ez is gól, hát ez hihetetlen. 2-0 a Southamptonnak. Ahogy láthatjátok, lassan vége, de most mi fogunk próbálkozni. Hát ha ebből lesz egy gól, nem lesz gól. Sajnos ebből egyáltalán nem lett gól, de legalább megpróbáltuk. 35. perc, itt már lassan a fél idő végéhez érünk. Az a lényeg egyébként, srácok, ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy nem ti tudjátok ezeket a lövéseket úgymond elindítani, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hanem ezeket a lövéseket automatikusan küldi a gép, aki még esetleg ezt nem tudta volna, vagy automatikusan küldi ez a szoftver. Ezt be lehet állítani egyébként, hogy mikor is akarjuk azt, hogy rövid passzokkal játszon a csapat, de arról majd később a taktikákról is szó lesz, és akkor kezdődhet a második félidő. A többi egyébként majd érdekesebb lesz, ez egy picit ilyen unalmasabb a meccs része. Én a többit egyébként sokkal jobban élvezem. Szerencsére ez a lövés is kimaradt, úgyhogy a Southampton még mindig csak 2-0-ra vezet, de jó lenne valahogy egy gólt lőni. Az elég fontos lenne számunkra. Na nézzük, 62. perc, és vagy 61. perc, és jön az ellenfelünk egy lövéssel, és ez is kimaradt. Hát eddig nem sok lövésünk volt, viszont az ellenfélnek annál több. Telnek a másodpercek, illetve a percek. Inkább másodperceknek mondanám. A 70. perc környékén újabb lövése jön a Southampton, és ez gól. 3-0 a Southamptonnak. Úgyhogy ezt a meccset nem hiszem, hogy vissza fogjuk tudni hozni. Na nézzünk egy próbálkozást a mi csapatunktól. Ez kimaradt sajnos, úgyhogy na mindegy. Csak több gólt ne kapjunk már, valahogy ezt húzzuk ki így. Így is elég csúfos ez a vereség, de így még valahogy el lehet tűrni. 80... Ó! Kihagyott helyzet Romeutól, viszont úgy néz ki, megint próbálkozik a Southampton, és kimaradt, hála a jó égnek. 86. perc, 7. ez már valószínűleg, hogy 3-0-ás végeredménye fog zárulni. Így is van. Hát minden ezeket itt most túl is lépjük, és nyomjunk rá továbbra. Itt ugye begyűjtjük a coinokat. Ahogy láthatjátok, egy picit más a menü, mint ahogy megszokhattátok, hiszen itt most volt egy-két felújítás, meg újítás ebben a játékban. Azt el tudom mondani nektek, hogy nem most játszok először, és már tényleg nagyon régóta nem játszottam, úgyhogy lehet, hogy már az eléggé rég megvan ez az újítás. Viszont vegyünk valakiket, de még mielőtt vennénk, rakjunk be egy fiatalt, és 90 pluszost, és nyomjunk rá.
ugye most nekünk van egy csomó ilyen arany arany coin, vagy nem is tudom mi az, de ezzel ugye át tudjuk ugrani azt az időintervallumot. Itt feladod nekünk három játékost, és szerintem Kimmichet fogom megvenni, mert jobb hátvédőből azért annyira nem állunk a legjobb szinten, úgyhogy jobb hátvéd posztra mindenképpen kell igazolni valakit. Itt ugye láthatjuk a csapatot, meg mindenkit, aki csomó információ van, szóval aki először játszik ezzel a játékkal, szerintem az sem fog egyáltalán eltévedni. Na, a kezdőcsapatba akkor rakjuk be Kimmichet, megint leírja itt az alkalmazás azt, hogy hogyan is kell, de szerencsére ezt tudjuk, vagyis hogy remélem, hogy tudom. Igen, állítok egy felállást. Jó, mindegy, akkor ide rakjuk be, és hogyha oda be tudnám húzni, de nem tudom behúzni. Na mindegy, akkor legyen úgy, hogy kiválasztjuk itt a jobb hátvédet, és oda rakjuk Kimmichet. Igen, de viszont így akkor a kispadon valószínűleg üres hely lesz. Úgyhogy azt a pozíció... Nem rakta oda. Miért nem rakta oda? Na most rakta oda. És akkor nézzük meg a kispadot, hogy az üres-e. Na mindegy, azt majd megnézzük később. Na, rakjunk egy kis taktikát, ami fontos. Én általában itt a rövid passzos játékot szoktam favorizálni. Azt is meg tudjuk találni itt. Teljesen mindegy, egyébként ki kell próbálni több félét, mert eléggé nehéz megtalálni a legideálisabbat a csapathoz mérten. A támadókat általában csak támadásra szoktam használni, a többi taktikához annyira nem nagyon szoktam nyúlni. Azt szeretem, hogyha normálra van állítva a játékos mentalitás, mert célszerű normálra rakni, hogyha túl erősre van felhúzva, tehát hogy agresszív, akkor elég valószínűleg csomó piros lapot kapsz meg mindent, úgyhogy azt most úgymond hagyjuk normál szinten. Itt ugye ki lehet választani a csapatkapitányt, azt, hogy kilövi a szabadrúgásokat, meg minden egyebet. De ez egyébként az összes többi régi verzióban is így volt. Ez a játék még emlékszem, akkor, amikor megjelent, vagy úgymond elkezdődött, még nagyon-nagyon nem volt köze a Facebookhoz. Viszont most már Facebookon is tudjátok játszani, hogyha a Facebookon léptek be, és ott kerestek rá a Facebookon lévő játékokra, ott megtalálhatjátok ezt az applikációt, vagy nem is applikációt, hanem ezt a játékot, és azon belül tudtok játszani rajta, ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon sokszor jól jön, hiszen hogyha nincsen nálatok a telefonotok, ugyanúgy be tudtok lépni a Facebookon keresztül is abba a profilatokba, amit éppen például a telefonon elköztetek. Emiatt például azért jó, hogyha nincsen nálatok a telefon, lemerül a telefon, valamit csak meg akartok nézni, de nincsen nálatok a telefon, és be akartok lépni gépről, meg tudjátok oldani. És ez egy nagyon-nagyon hasznos funkció. Ezeket itt tovább tudjuk nyomni, hiszen megint van egy rakás ilyen goldunk, és tudunk menni az átigazolási piacra. Nem tudom őszintén, hogy érdemes-e innen most valakit megvenni, viszont középpályás posztra, mintha úgy láttam volna, hogy nincsen annyira jó, úgyhogy én lehet azt a Henderson kártyát meg fogom venni, és be fogjuk pattintani a csapaton belül. Úgyis van, jött egy ilyen kis értesítés, ez nagyon-nagyon vagányon meg van csinálva, hanem már akartam menni. Szóval... Igen, itt tudunk játszani barátságos meccset. Választunk ki egy valakit. Barátságos meccs szervezése. Ugye ezeket a barátságos meccseket nem tudjuk végigkövetni, ugyanúgy, mint ezeket az élő meccseket, idézőjelbe. Ez ugye egy-egy lett most. Akkor itt láthatjátok a csapatot. Ugye Hendersont nem raktam be, mert voltam olyan ügyes, hogy ezt a meccset úgymond nélküle vittem végig. De Hendersont oda be fogjuk rakni. Ja, hogy ez így nem megy. Szóval akkor Hendersont oda fogjuk rakni úgy,
És akkor úgymond teljes a csapat. Bármilyen kérdésetek van a játékkal kapcsolatban, nyugodtan dobjatok egy kommentet, vagy írjátok le, én megpróbálok rá válaszolni. Ha hétvégén nézitek ezt a videót, akkor kellemes hétvégét kívánok nektek, ha meg hétköznap, akkor meg kitartást főképp. Hamarosan érkeznek a FIFA videók, főleg jövő héten lesz egy csomó olyan videó, amit szerintem már nagyon-nagyon rég vártatok, és szerintem nagyon-nagyon is fog tetszeni, úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, valahova oda, vagy oda, ott kell nyomni, mindegy. Nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok is fel. Hamarosan jönnek ugye a FIFA videók, én Lehel voltam, és sziasztok!